Sziasztok és üdvözlök mindenkit a Geekkosma nevezetű csatornán. Sok szeretettel köszöntök itt mindenkit, az erő legyen veletek. És annyit szeretném mondani nektek, hogy tényleg elnézést kérek, hogyha esetleg a hang vagy a képminőség nem a legjobb, de ez a 5-6 éves GVC kamera, amit tud, azt tud, illetve sajnos a fényviszonyok így nem a legjobbak nálam így lámpánál, mert egy közepesen rossz, illetve egy rosszabb lámpám van csak. Ugye nem igazán videózásra termet, úgymond a szobám. Ezt be is valami is rátapasztalt más csatornáimból, tudom, hogy nem igazán arra való, de beszeretném mutatni mindenféleképpen a figurákat, illetve azt még elmondanám, hogy megpróbálok legközelebb természetes fénynél videózni, mert úgy jobb, viszont ma is lassan este 8 óra, és csak ilyenkor van időm fölvenni a videót, mert egész nap ugye majd dolgozok, vagy valami más dolgom van, tehát nem érek rá. Ezért elnézést kérek, remélem ezt elnézitek nektem, kedves emberek, és akkor vágjunk is bele a videóba, de ezt mindenképp leszettem volna tisztázni, hogy azért ilyen, mert hogy a körülmények sajnos nem teszik egyelőre lehetővé a jobb minőséget, de akkor kezdjük is egy minőségi figurával. Darth Maul Tatooine-i megjelenésben az epizód 1-ből, most az epizód 1-es figurák kerülnek terítékre, ugye van hozzá csukja és lézerkard, és egy Comtech chip, ugye, amivel tudott beszélni, hogyha volt egy ilyen Comtech eszközöd, nekem volt ilyen Comtech eszközöm, és volt olyan figurám, hogy meg is ugye beszéltettem is, amik ki voltak nyitva, de azokat már eladtam régebben. Nagyon-nagyon jó pofa dolog volt annó, imádtuk, emlékszem, akinek ilyenje volt gyerekként, azt mindig irigyeltük az iskolában. 1999-es szériáról beszélünk, ugye amikor a film is kijött, ugye az epizód 1 a bajós árnyak. Itt van a többi figura, hogy miért adtak a készletben, még milyenek voltak megtalálhatóak. Nekem ebből jó pár megvolt, Jar Jar is megvolt, mondjuk őt annyira nem kapkodták el, csak ezt így finoman megjegyzem, bár voltak, akik direkt megvették, mert hogy jó volt vele trollkodni ajándékban, meg ilyesmi, ezt tudom ismerősöktől. Itt van egy beszélni tudó figurák, itt reklámozzák is a chipet hozzá, azt a Raidert, azt az olvasót, a chipolvasót. Itt is van, hogy miket tud mondani ugye Darth Maul, tehát hogy ezt a három sort tudja elmondani a figura, bár valószínűleg már az a chip nem működik, nem tudom, mert ugye nem fogom kinyitni, mert bontatlan, és szeretném így meghagyni. Egyébként ezek az epizód 1-es figurák szerintem egész jól sikerültek. Bár én az epizód 1-et is szeretem, minden hiányosságával és bajával együtt. Ő lett volna Darth Maul. Na akkor menjünk tovább. Most egy komolyabb szett jön. Egy Star Wars epizód 1 Armored Scouts Tank Bit Battle Droid. Tehát egy gyakorlatilag ez egy földerítő ugye, tank, egy páncélozott földerítő tank. Harci droid, ugye a kereskedelmi szövetség ugye szolgálatában. Ez is bontatlan, nagyon régen megvan, már 17-18 éve. Ez is egy karácsonyi ajándék volt annó. Szép karácsonyok voltak, az biztos, legalábbis nekem nagyon. Ő, kérem szépen, elég jó felszereléssel rendelkezik. Ugye ezeket az ágyukat ki is tudta lőni magából. Ugye el lehetett pattintani, de én ugye nem próbáltam ki, mert bontatlan, viszont másnál vagy más videóban ezt láttam. Itt vannak, hogy miket lehet még venni. Itt van Qui-Gon Jinn ugye ezzel a halszörnyel, illetve Jar Jar azzal a Gangának által meglobagolt ugye állattal, amivel ugye a Gangának használtak a Nabui csatában, ugye a kereskedelmi szövetség ellen. És igazából ennyi is lenne, ezzel más érdekesség itt nincs. Van egy kicsi háttér, kicsit ilyen dioráma érzést ad, ugye, hogy a Nabui hátteret megkapjuk itt a dimbes, dombos kicsi ilyen füves területekkel, kicsit ilyen Windows XP háttérképe utóérzésem van, de ez lehet, hogy csak nekem, bár lehet nektek is, nem tudom. Szóval ő lett volna a tank. Akkor megyünk tovább, most jön az egyik fő attrakció, a Watto Box. Igen, ezt annól emlékszem, nagyon sokan szerették volna az én generációmban megszerezni. Ez a, ugye ebben Watto van, még másik két idegen lény, ugye egy Twi'lek, kicsit lengén öltözött lány, mint látható, illetve egy másik idegen. Ez a gyakorlatilag azt a jelenetet próbálja ábrázolni a filmből, amikor Watto több idegennel, illetve emberrel is szövetséget, illetve hát nem is szövetséget, inkább azt mondom, fogadás köt, gyakorlatilag Anakin ellen, Sebulba javára, ugye itt is van az a jelenet, és gyakorlatilag ezt ábrázolja. És egyébként egész jól néznek ki, tehát hogy még a háttér is olyan, mint hogyha ott ülnek a arénában, ugye, a Podracer arénában, ugye ott ülnének. Ugye a Podracer ugye arénának itt látható, ugye az a kép, amit már mutattam.
remélem, hogy egész jól játszik, mert próbál minden aspektusát bemutatni a figurának, illetve a figuráknak, a doboznak, mert mindennek a lehető legjobban látszódjon, ami tőlem telik. Igen. Szóval ezzel van a Watto Box, én nagyon szeretem ezt is. Egyébként ez is régóta megvan. Ez nem egy olyan 10-12 éve legalább. Na, és akkor most jön a, ez már ugye nem a régi szériáz, ez már 2012-ben adták ki őket, ugye a 3D-s filmhez, mert maga is 3D-vel hirdetik, méghozzá az a 3D benne, hogy ez a kép itt hátul, ha van egy ilyen szemüveged, akkor ez 3D-ben jelenik meg, ez egy 3D-s kép, igazából ennyi. Magák a figurák, meg a hozzával a háttérkép nem 3D-s, ez 3D-s itt a hátulján. Tehát ez 3, én kipróbáltam, nekem van a tévém, ez 3D-s szemüveg, és tényleg ad egy kis 3D-s érzést, úgyhogy nem csaptak be minket. Ez egy ilyen battle pack, tehát egy ilyen harci pack, ez 2012-ben adták ki, úgyhogy mondtam, a fantasymania.hu-n vettem ilyen 2013 körül, egész jó áron, megtalálható benne Anakin, ugye versenyző sapkában hozzá, van itt van ugye R2, C-3PO, tehát itt van benne C-3PO, itt van benne Sebulba, és két összeszerelő droid, ugye ilyen box gyakorlatilag, ilyen box droid, aki ugye a hajókat, a podrészereket ugye szerelik össze, és természetesen nem hiányozhat innen a jó öreg Darth Maul, mert ugye minden epizód egyhez ő az ő arcával hirdették, szóval ez lenne az a battle pack, ez a Mos Eps Arena. Szintén a Hasbro-tól, szerintem egész jól néz ki, mögötte a zászlók, ugye a Sebulbának és Anakinnak ugye a versenyző zászlója, szóval szerintem jó kis pak. Remélem jól látszik benne Sebulba is, igen, itt van. Egész jók a figurák, egyébként egész jól eltalálták őket, szóval ez egy nagyon jó kis pakk, én nagyon szeretem. És akkor a mai utolsó előtti pakkunk, ez szintén battle pack, szintén 2012-ből, szintén ugye a 3D-s ugye újra moziba került, ugye bajos árnyakhoz kiadva, a Royal Starship Droids, tehát a királyi űrhajós droidok, tehát ugye a csillaghajós droidok. Itt van R2, meg ugye a másik három R2-es asztrodroid, akik ugye ebből csak R2 élte túl ugye a csatát, amikor ugye kimentek, és ugye lőtte őket a Kereskedelmi Szövetség ugye blokkádhajója, droid vezérlőhajó, és akkor ugye kimentek négyen, R2-t újjelte, megcsinálta, körülélte az áramköröket, a másik három ugye, droidot ugye elhálózott, szintén itt van róluk a kép, tehát a 3D-s kép, itt van R2, R9, R2N3 és R2B1, tehát másik ugye 3 R2-es droid, és itt van ugye maga R2, ők jelennek meg, amik éppen javítják a hajót, ugye 3D-ben, hogyha van 3D szemüvegünk. Volt egy külön megvásárolható papír szemüveg ez a szériához, vagy még bármelyik más 3D szemüveg megfelel egyébként hozzá. Na, és akkor jöjjön az utolsó mai dolog, méghozzá nem más, mint az N1 Starfighter, tehát az a Naboo Starfighter, tehát a Naboo-i védelmi erők hivatalos vadászgépe, gyakorlatilag ugye ez a hajóval védték a Naboo bolygót, ugye ez a vadászgéppel, ez az űrhajóval. Itt van hozzá R2, viszont ami nagyon fájt annak idején, hogy nem lehetett hozzá akkoriban, amikor én vettem már, később vettem, nem lehetett hozzá megszerezni Anakinnak a minifiguráját normál áron, úgyhogy akkor stílusosan gondoltam, hogy olyan feszett meg, egyébként ez semmi gond, ez lejár, aki egyébként szintén fontos szereplő, tehát Rick Olé volt ugye, ő vezette a királyi ugye fregattot, ami ugye elmenekült Amidala meg a többi szereplő, és ugye ott részt vett a Naboo-i csatában, amikor ugye megütköztek a Kereskedelmi Szövetséggel, és lelőtték a droid vezérhajót, ugye, hogy segítsenek a gangeneknek, akik addig föltartották őket, mármint a robotokat ugye, Kereskedelmi Szövetség robotjait, és a Rickolét vettem meg. Az az érdekes, hogy ez az egyik olyan szettem, amit már alapból így vettem. Tehát ez már bontott volt, bontott és sajnos hiányos is, tehát neki is volna egy pilótasapkája, ami már nincs meg. Ez még megvolt, amikor vettem, ezt én vesztettem el. Elsősorban én voltam, hogy ezt én vesztettem el. Tehát Rickolének megvolt a sapkája, de már nincs meg. Ha már Anakin nem tudtam beszerezni, akkor egy olyat, aki tényleg azért vezetett ilyen hajót, legyen olyan. Itt a pilótafülke, aminek sajnos már lejár az ajtaja. Ez sajnos hiba, de ezzel mit kezdeni sajnos nem lehet, mert már elég régi a hajó. Amikor vettem, még jó volt, de párszor játszottam vele, és sikeresen leejtettem, úgyhogy azóta nem nyúlok hozzá, vigyázok rá. Ugye ez régen hangot adott, lövéshangok voltak, ugye mind a ágyónak, mind a lézerágyónak, mind a lézerrakétának volt hangja, illetve volt Artunak is hangja.
de az sajnos már nem működik, illetve volt az alján egy kilőhető ilyen ágyú, amivel ugye Anakin szét is lőtte ugye a Kereskedelmi Szövetség hajólán lévő ugye berendezés, és amit utána fölrobbant. Szóval egyébként attól függetlenül még impozáns kiadás ez a Naboo Starfighter, ugye másképp nem találtam meg. Turkálóba vettem igazából, egy ilyen közösségi házban megrendezett ilyen geek esemény, és mindenféle figurát meg ilyesmit lehetett kapni, és ezt ott vettem meg 2500 forintért, ilyen bele voltak olyan turkálóba. Annyi, hogy doboza akkor megvolt, az már sajnos nincsen meg, mert széttört, szétnyomódott. Úgyhogy elnézést, ezt nem tudom olyan minőségben megmutatni, de én is már úgy vettem, hogy hiányosságai voltak, csak azóta kicsit leamortizálódott, mert párszor játszottam vele, és sajnos lezuhant. Mondjuk azt, hogy lelőtte a Kereskedelmi Szövetség játék közben. Igen. Szóval ennyi lett volna az epizód 1-es figurák, és illetve egy Naboo N1 Starfighternek a bemutatása. Remélem tetszett. Őt hátrébb parkoltatjuk. Remélem tetszett ez a videó. A kamerakezelésről bármilyen más elnézést kérek, ezt még fogom gyakorolni. Most állvány nélkül használom, de múlkor ugye állványal volt. Próbálom így meg úgy. Mondom, a fényviszonyon próbálok javítani, hogy legközelebb majd a természetes fénynél délután fogok videózni, csak most egyszerűen nem volt rá időm és lehetőségem. De remélem azért követitek majd tovább a csatornát. Én nagyon örülök neki, hogyha minél több embert itt látok. És tényleg csak azt tudom mondani, mint az előző két videóban, hogyha most is Star Wars volt a téma, hogy az erő legyen veletek most és mindörökké, és a negyedik videóban találkozni fogunk, ami még nem tudom mi lesz, de az biztos, hogy most nem Star Wars, tehát a negyedik videóban egy új téma fog következni. Sziasztok!